Régi, hagyományos ételek készültek a múzeumfaluban. Volt töltött káposzta, kecskepörkölt, tört passzúj és finom desszertek is kerültek az asztalokra a portákon. 18 helyszínen főzték a tájjellegű ételeket, amit szívesen kóstoltak a régi ízek kedvelői. Tormás töltött káposztát, ami kukoricadarával van töltve. Miért ezt választottam? Hát mert egyedül én szeretem a tormás töltött káposztát, a párom nem, így sajnos ki kell használjak minden pillanatot, hogy ehessek. A Népi Ételek Fesztiválján hagyományozó csoportok is felléptek. A népi ízőző lovagrend pedig igazi középkori lakomáról gondoskodott. A fesztiválon a nemzetiségi konyhák ízei is remekeltek. A lengyelek káposztás étele mellé lapotya készült. Hasonlít a fánkhoz, de mégsem olyan, mert a lisztbe az egészben megfőtt burgonyát lereszeljük, mint egy tököt szoktunk. Ezt belemorzsoljuk a lisztbe, és onnantól kezdve só, élesztő, cukor. Szabolcs-Szatmár Bereg megye tájegységei is bemutatkozhattak az idei rendezvényen. A beregi ízek az országban is egyedülállóak, hagyományőrzőek. Termékeik, mint a szilvalekvár pedig hungarikum. A gasztronómiai fesztivál jó lehetőséget kínált a tájegységek bemutatkozására. Köszönjük a meghívást, hogy eljöhettünk erre, és bemutathatjuk a bereget, a bereg ízeit, a bereg hagyományait. Hisz az ukrán határ mellett szinte nem is azt mondom, hogy el vagyunk szigetelve, de távol vagyunk mindentől, és nagyon nehéz az embereket lecsalni, megmutatni a táj szépségét, az embereknek a vendégszeretetét, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy itt lehetünk, bemutathatjuk, és megpróbáljuk lecsalni az embereket a beregbe. A szabadtéri múzeumban hagyományőrző egyesületek bemutatóin is szórakozhatott a közönség, a fesztivál a családoknak is hétvégi kikapcsolódási lehetőség volt.